Alex, az első kérdést Melanie fogja felolvasni. Lássuk, tudod-e az ujjaddal követni, hogy hol tart? Jól van. Nagyon tetszett, hogy Alex követte az ujjával, és odafigyelt a társára. Most Alex fogja megkeresni a térképen a... Na hát, még nem is mondtam, és ő már elővette a térképét. Tudja, mi következik. Jól van, visszamehetsz a helyedre, most pedig keressétek meg a párotokat. Nagyon jó. Kevin, szeretném, ha újra megszámolnád a 7-nél nagyobb számokat. Lássuk, hogy megy. Adj egy pacsit a társadnak, hogy segített neked. Örülök, hogy mosolyt látok az arcotokon. Szépen dolgoztok együtt. Jól van. Válasz valakit, aki elkísér az étkezőbe. Rendben van? Tapsoljuk meg Melanit, hogy ilyen bátor volt, és elvállalta a tanár szerepét. Amikor a programot bevezettük, a tanárok egy kicsit merevnek tartották azt, illetve mi magunk használtuk kissé mereven. El kellett jutnunk oda, hogy teljesen elfogadjuk, sajátjainknak tekintsük a követelményeket, hiszen ezeket saját meggyőződésünként kellett a gyerekek felé és a szülők felé is közvetítenünk. Mindehhez nagyon sok beszélgetésre volt szükség. A vezetőség és a program támogatói rendszeresen bíztatták a tanárokat. Örömmel nyugtázták, mikor jól alkalmazták a programot. Rámutattak arra, mit kell még tenniük. Minél több olyan dolgot emeltünk ki, amit már jól csináltak a tanáraink, amit a VIT program szerint tettek, annál inkább törekedtek arra, hogy még jobbak legyenek benne. Azonosulni tudtak a programmal, és szerették volna még jobban csinálni. Ezt a kollégák egymáson is észrevették. A program futótűzként terjedt, és az egész iskola elfogadta azt. Másként bánunk a gyerekekkel, és másképp kezeljük a magatartási problémákat. A gyerekek felelősek az általuk hozott döntésekért, és vállalják a döntéseik következményeit. Ez a program részévé vált. A Charlotte Idlewild általános iskolában a fegyelmi intézkedéseket feljegyzik, hogy összegyűjtsék és elemezzék a VIT alkalmazásával kapcsolatos adatokat. A szabályok megsértését egy jól kidolgozott rendszer szerint rögzítik. Az intézkedési jegyzőkönyvet naponta vezetem, és hetente összesítem. Ezt a fogadóórákra is magammal viszem, mert a szülők megkérdezik, hogy milyen problémák merültek fel a gyerekükkel kapcsolatban. Van olyan szülő, aki elhiszi, amit a tanár mond, de van, aki nem. Ha azonban megmutatom, hogy a tanuló miért kapott figyelmeztetést, akkor látják a problémát. Ezáltal én is átgondolhatom, hogy kell-e változtatnom valamin, hogy mire figyeljek egy-két gyereknél, és hogy vannak-e gyakori problémák. Ez az intézkedési jegyzőkönyv és az adatok elemzésének a legnagyobb előnye, hogy megmutatja, hol vannak problémák. Ugyanúgy, ahogyan egy-egy tantárgynál is meg szoktuk nézni, hogy mivel vannak nehézségeik a gyerekeknek, és megpróbálunk azokon segíteni. Az intézkedési jegyzőkönyvön fel van tüntetve a helyszín is, legyen az tanterem, külön óra, vagy egyéb helyszín az iskolában. Ez a gyakorlat egységessé teszi a követelményeket és az elvárt viselkedést. A gyerekek mindig tudják, hogy mire számíthatnak, és hogy mit várnak el tőlük. Az iskola azon tanulói, akiket jó viselkedésükért megdicsérnek, sast ábrázoló képeket kapnak. Ezeket gyűjtik a gyerekek. Fegyelmezetlenség esetén az iskola minden tanára és dolgozója az alábbiak szerint jár el. Első szabálysértés esetén segítő fegyelmezés és figyelmeztetés. Második szabálysértés, segítő fegyelmezés és figyelmeztetés. Harmadik szabálysértés, segítő fegyelmezés és a tanuló kiküldése egy másik osztályba 10-15 percre. A tanár ezután behívja a tanulót, aki tiszta lappal indul. Negyedik szabálysértés, segítő fegyelmezés és figyelmeztetés. Ötödik szabálysértés, segítő fegyelmezés és figyelmeztetés. Hatodik szabálysértés, segítő fegyelmezés és a tanuló leküldése az igazgatói irodába. Biztonságot is veszélyeztető szabálysértés esetén a tanulót azonnal leküldik az igazgatóiba. Az igazgatóiba való leküldés és jegyzőkönyvfelvétel azonban nem jelent megoldást. Ez csak egy módszer annak dokumentálására, hogy a diáknak további segítségre van szüksége.
Ha az órán valaki megsérti a szabályokat, emlékeztetem arra, hogy milyen instrukció hangzott el, illetve hogy melyik szabályt szegte meg, és elmondom, hogy az illető mit tett rosszul. Kap egy figyelmeztetést tőlem, kimegy és áthelyezi a kártyáját, hogy a figyelmeztetésnek látható nyoma legyen. Amikor visszaül a helyére, emlékeztetem arra, hogy mit kell tennie, és hogy mit kértem tőle. Amikor meglátom, hogy megteszi, megdícsérem és vállon veregetem. Néha az egész osztály előtt megdícsérem, de néha csak vállon veregetem. A gyerekek különbözőek. Van, aki szereti, ha az osztály előtt megdícsérik. Más jobban örül, ha csak megveregetik a vállát. Ők ebből is érzik, hogy büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy jók. Szeretném, ha tudnák, hogy egyetlen szabálysértés még nem rontja el a napot. Ez csak egy figyelmeztetés, hogy ezt kellene tenned. Tedd meg, és élvezd a nap hátra lévő részét. A vitt kedvező hatást gyakorol a családokra, mert a gyerekek mellett a szülők is ismerik az elvárásokat. Ez megkönnyíti a beszélgetést a szülőkkel a lehetséges következményekről és jutalmakról, amikor gyermekük fegyelmi vétségeik kapcsán beszélgetünk velük. Ráadásul a helyes viselkedés mintákat otthon a szülők is meg tudják erősíteni, mert ismerik a szabályokat. Szerintem a vitt a választás lehetőségét helyezi előtérbe, ezt erősíti a gyermekekben. A gyerek dönthet és tudja, hogy dicséretet kap a jó viselkedésért. Ő dönt úgy, hogy jó lesz és jól viselkedik, vagy ha nem, vállalnia kell a következményeket. A gyermekek kezében döntési lehetőség van, ahelyett, hogy megmondanánk nekik, mit tegyenek. Ezt a gyermekeink otthoni nevelésénél mi már régóta sikerrel alkalmazzuk. Nagy kincs ez számunkra. Több olyan gyermek is volt, aki a téli szünet idejére nem akart hazamenni az iskolából. A szünetben is szeretett volna iskolába járni, mert itt elismerést és dicséretet kapott a jó magaviseletéért. A tanárok munkamorálja átlag feletti. Megbeszélik és igyekeznek megoldani a problémákat. Keresik és elismerik a gyerekekben rejlő értékeket. Egymás munkáját is értékelik. A szülők is elégedettek. Bejönnek az iskolába, és gyakran beszélgetnek a tanárokkal és a kisegítő személyzettel, hogy segítséget kapjanak az otthoni neveléshez. Ötleteket kérnek, mert látják, hogy a gyermekük jó irányba változott. Az én fiam különösen eleven, de megértette, hogy vannak bizonyos szabályok, amelyeket be kell tartani. A gyermekek tudják, hogy ha egy csapatként együtt dolgoznak, jutalmat fognak kapni. A programnak köszönhetően a fiam megtanulta értékelni a csapatmunkát. Sok osztályban látom, hogyha egy gyermek lemarad, a többiek segítik és bíztatják, hogy utolérje őket. A jutalom érdekében tehát egy csapatként működnek együtt. És ez nagyon fontos a fejlődésük szempontjából. Örülök, ha kapok egy sasos képet. Ma is kaptunk egyet, mert csendben voltunk, és egymás mögött mentünk a folyosón, pedig nem is volt ott a tanárunk. Egy másik tanár arra ment, és látta, hogy csendben vagyunk, és libasorban megyünk a folyosón. Kaptunk egy sast, mert jól viselkedtünk, bár nem volt ott a tanárunk. A legfontosabb a dicséret. Amikor a gyerekek fegyelmezetlenek és nem tartják be a szabályokat. Tudom, hogy én nem végeztem jól a munkámat. Nem dicsértem őket eleget, és nem mondtam, hogy mikor viselkednek jól, hiszen ez változtatja meg őket, ez ösztökéli őket arra, hogy jók legyenek. Ahhoz, hogy jól akarjanak viselkedni, a jutalom és a külső dolgok adják az első lökést, de aztán megtanulnak helyesen dönteni, és ez belsővé válik. Jól érzik magukat, és szeretnek itt lenni. Ez nekem is jó, mert így tudok tanítani. Ha a gyerekek nem akarnak itt lenni, nem motiváltak, és nem érzik jól magukat itt, akkor jó néhány csatát meg kell vívnunk, mielőtt elkezdenénk tanítani.
pubs. A VIT, azaz a viselkedés egységes támogató tanítása elősegíti a pozitív csapatmunkát. A tanárok támogatják egymást. A vezetőség támogatja a tanárokat, és a tanárok is támogatják a vezetőséget. A VIT csapat rendszeresen összeül, hogy áttekintsék az igazgatóiba küldés és a fegyelmezési intézkedések adatait. Nyomon kövessék a tanulók fejlődését, és döntéseket hozzanak a hatékonyabb nevelés érdekében. Tanárként fontos, hogy ne csak a kollégáink, de a vezetés támogatását is magunk mögött tudjuk. Akár egy nagy családban. Így a problémákat nem egyedül kell megoldanunk, hanem vannak olyan kollégák az iskolán belül, akikhez nehezebb probléma esetén fordulhatunk. Ezért nagyon hálás vagyok. 10 éve dolgozom ebben az iskolában. A VIT bevezetése óta hihetetlen változást tapasztaltam. Az egységes iskolai követelmények óriási változást hoztak a gyerekek viselkedésében. Át tudok küldeni egy gyereket egy másik, második vagy harmadik osztályba, sőt, valószínűleg egy 5. osztályba is, és a szabályok és elvárások ott is ugyanazok, a következmények is ugyanazok. Szerintem a tanárok úgy érzik, hogy jobban tudják támogatni egymást. Ha például látok egy gyereket a folyosón, aki az én elvárásaim szerint rendetlenkedik, akkor tudom, hogy a másik tanárnak is ugyanazok az elvárásai, és tudom, hogy milyen lépéseket kell tennem. Az iskolai szintű nevelési programmal kapcsolatban először is le kell szögeznem, hogy az állami iskola legfontosabb feladata a tanulás és a tanítás. Ahhoz, hogy ez a lehető leghatékonyabban menjen végbe, rendnek kell lennie az iskolában. Ismerni kell az elvárásokat, nem csak a tantárgyak, de a viselkedés terén is. A viselkedés támogató tanítása révén egyetlen egységes üzenetet közvetítünk a tanárok, a gyerekek és a szülők felé arról, hogy mit és hogyan teszünk az iskolában. Mindezeknek a VIT csapat a lelke. Minden héten, hétfő reggel 9 órakor összeülünk, és beszélgetünk a gyerekekről. Megnézzük az igazgatóiba küldés okait, az osztályok értékelését, és minden fegyelemmel kapcsolatos adatot, amihez csak hozzájutunk. A tanárok és a kisegítő személyzet beszélgetnek az egyes gyerekekről. Megnézzük, hogy hogyan tudjuk hozzásegíteni a gyerekeket ahhoz, hogy jól döntsenek. Így a tanteremben töltött idő hatékonyan telik. Ha egy gyermek nem tud olvasni, megtanítjuk. Ha egy gyermek nem tud számolni, megtanítjuk. Ha egy gyermek nem tud írni, megtanítjuk. Ha egy gyermek nem tud viselkedni, világos szabályok és elvárások segítségével megtanítjuk. Konkrét tanácsokkal látjuk el, hogy a jövőben hogyan tudna javítani a viselkedésén. Biztató, elismerő szavakkal jutalmazzuk, melyek építik és javítják a magáról alkotott képet. A VIT-tel kapcsolatos további információkért, illetve a program iskolai bevezetése ügyében írjon az info@vit.hu címre.